Nemzetek karácsonya, ezzel a címmel tartottak ünnepi koncertet a Pécsi Kodály Központban december 14-én. Komoly múltja van ennek a kezdeményezésnek, mondta stábunknak az Est házigazdája. A történet nem ma kezdődik, hanem 15 évvel korábban. A legelső gyertyagyújtásunk az akkor indult el. Az ötletnek a kigondolója Szilvi Kázmér Szilvi, ő abban az időben éppen angolszász kultúra területén élt, és ott látta meg annak a lehetőségét, hogy a kultúrának szerves része volt az, hogy egymást barátok meghívták, barátkoztak, beszélgettek, együtt díszítették a lakást, teáztak, és apró ajándékkal megajándékozták egymást. És amikor hazajött, akkor merült fel a gondolat, hogy hogyan tudnánk ezt megcsinálni esetleg egy gyülekezeti kereten belül, hogy valahol megadni a karácsonynak azt a fajta hangulatát, bensőségességét, kicsit családi hangulatát egy nagyobb közösségben. És így indult el aztán a legelső gyertyagyújtás alkalom, ugyanúgy kórussal, ugyanúgy akkor backing track-kel, tehát CD zenei alapokkal, prózával, és valahogy évről évre nem tudtuk abba hagyni, annyira jól sikerült mindig, hogy kellett, mindig volt rá igény. És minden évben egy újat kellett kitalálni, volt musical, volt élőzenés, aztán kimozdultunk kétszer is a gyülekezet falain belül, és az E78-as teremben voltunk a Zsolnai negyedben. És aztán valahol mindig a szívünkben benne volt, hogy ezt az egészet hogyan lehetne még több ember felé megosztani. Akkor még ugye a Kodály Központ nem is állt, és aztán ugye 2011-12-ben, amikor fölépítették, akkor jött a szívemben ez a gondolat, hogy ez egy olyan helyszín, ahová el lehetne ezt vinni. De hát ez mindig álom volt, hogy ide, hogy kerülnénk be, akár az anyagi részét, akár a művészeti részét nézve. És aztán tavaly évben nem volt gyertyagyújtásos alkalmunk ugye a Covid miatt, de idén valahogy úgy alakultak, pontosabban tavaly november-december környékén úgy alakultak az események, hogy valaki felvetette, hogy próbáljuk meg. És végülis az esélytelenek nyugalmával belevágtunk, írtunk egy pályázatot, és aztán az első, hát a töredéke az összköltségnek, de nyertünk rajta. És valahogy felbátorodtunk, hogy mi lenne, ha tovább mennénk. És aztán egy-két olyan helyről kerestek meg minket, és találtak ránk, ahonnan végül gyakorlatilag az egész rendezvénynek a költsége le lett fedezve, és minden, ami a bevételből jön, az mind mehet majd a klinikának a műszerére. És aztán így vagyunk itt, hogy aztán összeállt a műsor a fejünkbe, tehát ez nem két hete kezdtük el, hanem tavaly november-decemberben kezdtünk el legelőször erről gondolkodni. Megtaláltuk a művészeket, megtaláltuk a környező gyülekezetekből azokat a fantasztikus zenészeket, előadókat, akik nagyon profi módon zenélnek, tehát többük a panofilharmonikusoknak a zenészei, karnagy a zongoristája, nagyon-nagyon széles paletta. Mert tudtuk azt, hogy ezt egyedül a Reménység gyülekezet nem tudja megcsinálni, hanem egy városi összefogásra van szükség, és így a 14 gyülekezet tagjaiból, de össze tudott állni a közel 100 tagú zenekar, kórus, stáb, és így vagyunk most. A zene mindig is a keresztény hitvilág vagy kultúrának a szerves része volt, tehát visszamenve akár a Gregoriánra, mindig is ott volt a zene az emberiségnek a történelmében. Azt teljesen természetes, hogy ahogy az évek, évszázadok mentek előre, maga a zene is változott, maga a fogadó közönség is változott, az ízlés is változott. Szerintem ebben nincsen semmi eretnek dolog. Azt valljuk, hogy igenis megvan a régi himnuszoknak a maga ereje, megtartó ereje, megvan a mai modern hangvételű daloknak is ugyanúgy az a fajta bensőségessége. Törekszünk ezt akár a gyülekezeti életen belül megírni. Amit pedig ide kihozunk a színpadra, az pedig ugye sok-sok évszázadnak a karácsonyi dallamvilága, sok-sok nemzetből, országból, és így áll össze ez az egész műsor, ugye egy tér és időn átvezető utazás. Másnak leszünk a részesei. Drága ég, te csillag fényes ég.
örvendve zeng ma az egész világ. Egy égi fény tűnt fel ma a sötétben, ez a fény Betlehemben a földre száll. A koncert azonban egy jótékonysági célt is szolgált. A célja egyébként az, most egy ilyen hatalmas közönség előtt is, és nagy vonalon tudjuk ezt megcsinálni, hogy akkor valamilyen jó célra fordítsuk egyébként ezeket az energiákat, ezeket a kapacitásokat, és akkor ezért jött az ötlet, hogy akkor a Pécsi Gyermekklinika számára szeretnénk gyűjteni, és felajánlani az összeg, tehát az esnek a teljes bevételét gyakorlatilag. A jegybevételek egy rész, valamint ugye a szponzori támogatásokból befolyó összeget is. Kifejezetten a sebészeti osztályt támogatjuk, mert hogy ők szeretnének egy rezektoszkópot vásárolni, ami kifejezetten csecsemők gyógyítására és olyan rendeleségek a hát kimutatására specializálódott, amire most a gyermekklinikának szüksége van. Ez nagyjából egy ilyen 2-3 millió forint környékén lévő berendezés, és igazából ezt az összeget szeretnénk ezen az estén összegyűjteni nekik, úgyhogy a pontos célja az ez lesz. A kitűzött célt sikerült elérni, így megvehetik a vágyott műszert a Pécsi Gyermekklinikán.